Szép estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfo nézőit. Az elmúlt esztendő decemberében, pontosan december 18-án rendezték meg 11. alkalommal kulcson a Fehér-megyei Állatorvosi Emléknapot. Erről fogunk beszélgetni vendégemmel. Szíbert Gergely, megyei főállatorvos, tisztelettel köszöntöm. Én is tisztelettel köszöntöm önt is, és a nézőket is. Ugye ez 2013. decemberében volt először, és 2014. decemberében az első szobrot is, a Kulcsi Szobrot felavatta Esimó László Szeggyősi képviselő. De nekünk a Kulcsi Hatokról kéne beszélni, hiszen nem véletlenül rendezik a, ebben a Dunai város közeli településen, a Dunamenti településen ezt, hiszen a Kulcsi Hatok történetéről van szó. 1920-at írtunk, amikor Hutira Ferenc, a neves állatorvos, egyszer csak felszállt a Budapest Paks hajójáratra, ahogy mondják a történészek, és leszállt kulcspusztán a hajókikötőnél, és attól a pillanattól kezdve e, sorban jöttek azok a, a, neves állatorvosok, akiknek, akiket ma már kulcsi hatoknak hívunk. Beszéljünk egy kicsit róluk. Hát igen, a Fehérmegyei állatorvos társadalom története most már elég régóta összefonódik kulcsközséggel. Azért azt tudni kell, hogy Fejér megyébe már a 18. alkalommal rendeztük meg ezt az állatorvos emléknapot, és néhány évvel ezelőtt, és így már a 11. alkalommal vagyunk kulcson, ugyanis kulcs egy olyan helyszín volt az állatorvos társadalom, és nem csak a Fejér-megyei Állatorvos Társadalom, hanem a Magyarországi Állatorvos Társadalom életében, ahol a neves professzoraink, ha nem is szakmai munkát, hanem a szakmai munkájukat pihenték ki. És igen, Hutira Ferenc volt, akit úgy is emlegetnek ott, hogy a nagy csábító, mert ő csábította le azokat a tanártársait, akik később meglátva azt a kulcsi partfalat, azt a kulcsi kilátást, ami, amit a, a Duna ad meg, lementek, ott töltötték nyaraikat, és többen közülük vásároltak ott nyaralót, és többeknek még mindig a család kezében van az a nyaraló, és innen jött az az elképzelés, hogy minden évben ott rendezzük meg ezt a több évre visszanyúló állatorvosnapot. Igen, és Kulcs Kösség pedig felkarolta ezt a kezdeményezést, hiszen az önkormányzat rendezi meg évről évre, természetesen az állatorvosi a Kamara, illetve az társam segítségével ezt az idént. Ugye szepeshelyi Andorra emlékeztek, aki szintén egy neves állatorvos volt. E, így van, szepeshelyi Andor volt a hatodik a kulcsi hatok közül, akinek sikerült szobrot állítani ez a szoborállítás 2013-ra nyúlik vissza, amikor épp úgy emlékszem, hogy az ő tiszteletére előadássorozatot tartottunk, és ott mondta el Elsimon László országgyűlési képviselő úr, hogy miért nem, ha már ennyire közismertek a kulcsi hatok, és ennyire tiszteletben tartjuk az emléküket, akkor az ő kezdeményezésére avassunk egy szoborparkot, és minden egyes évben valakinek állítsunk szobrot, avassunk szobrot, és emlékezzünk meg róla, ne csak előadásokba, hanem egy kézzel fogható művel is, és szerencsére elérkeztünk 2019. decemberéhez, amikor sikerült a hatodiknak, azaz Szepeshelyi Andornak is felavatni a szobrát, és azért is volt megható a történet több szempontból. Egyrészt, hogy ő volt az egyetlen, akinek a fia, tehát hogy így mondjam, a legközelebbi leszármazottja is részt tudott venni ezen az ünnepségen, sőt unokája és, a, és több rokona is ott lehetett ennek a neves professzornak és azért is érdekes, mert Sótonyi Péter, Állatorvos Tudományi Egyetemünk rektora a beszédében elmondta azt az általunk köztudott dolgot, de talán többek előtt kevésbé ismert, hogy a kulcsi hatok nem egymástól független emberek, hanem még egy kicsi állatorvos dinasztia is becsempésződött ezzel a szoborparkba, ugyanis Szepeshelyi Andor Hutira Ferenc hugának a fia, ugye Hutira Ferenc volt a nagy csábító, illetve a negyedikként felavatott szobor pedig Gótendre professzoré volt, és az ő lányát vette el Szepeshelyi Andor, tehát tulajdonképpen az egyik professzornak a, az unokaöccse, a másiknak pedig a veje volt, tehát tulajdonképpen egy ilyen családi szoborparká is vált a Kulcsi Hatok szoborparkja. Szepesei Andor a mesterséges megtermékenyítés úttörője volt hazánkban, tehát egy egészen kiváló életút, az ő szakmai életút mindenképpen, hiszen ez egy mérföldkő volt minden. Éppen ugye ez Sotonyi Péter is, ugye említette Sotonyi professzort, azért az a rangját jelzi, hogy esztendőről esztendőre ott van velünk önökkel. Igen, Fejér megyét, hál' Istennek, Sotonyi rektor úr, ha nem is mondom, hogy második hazájának tekinti, de hogy minden évben többször ellátogat hozzánk, kulcson folyamatos vendég, illetve azért kiemelném, hogy mi minden évben Móron tartunk egy négynapos továbbképző konferenciát, és ott is állandó előadó a rektor úr, tehát ő szeret Fejér megyébe jönni, de talán büszke is arra, hogy az Állatorvos Tudományi Egyetem mögött második helyen tulajdonképpen kulcskösség áll, ahol a legtöbb állatorvosnak szobrot avattak. A Sutonyi Péterről beszélünk, ugyan rangját jelzi, hogy az Állatorvosi Egyetem rektora egy egészen külföldön is elismert szakember, ott van esztendőről esztendőre, aki ebben az évben is mondott egy érdekeset, amire mindenki felkapta a fejét, jelesül, hogy a kormány 52 milliárd forinttal segítette egy kutató laboratórium létrehozását, ami egyedülálló. Azt hiszem, hogy ezt minden állatorvos, és azt a köznapi ember is csak üdvözölheti. Hát ez nekünk nagyon nagy büszkeség, hogy az Állatorvos Tudományi Egyetemre ennyi pénzt költ a jövőben a magyar kormány, szükség is van rá, de emellett biztos, hogy, hogy egy olyan megújulás és egy olyan szép épületet fog kapni az Állatorvos Tudományi Egyetem, amely minden magyar embernek a büszkeségére fog válni. És professzor úr vagy rektor úr, már többször, én többször hallottam tőle már a terveket is, illetve láthattam egy rövid videó keretében, hogy pontosan milyen átalakítások is lesznek azon az egyetemen, ahol én is végeztem, illetve valamennyi magyar állatorvos végzett, ugyanis a Magyarországon egyetlen egy egyetemen van állatorvos képzés. Ez egy olyan novum lesz nem csak Magyarországon, de szerintem Európában is, ami nagyon sok külföldi hallgatót fog vonzani, ami szintén nagyon fontos Magyarországnak, hogy jöjjenek ide tanulni. És emellett még külön kiemelte rektor úr, és tényleg nagyon fontos, hogy előadókat is fog vonzani. Tehát olyan neves professzorok fognak az egyetemünkön oktatni, akik biztos, hogy meg fogják alapozni, hogy a Magyarországon, végzett állatorvosok, vagy állatorvostan hallgatók megfelelő színvonalas, a világon bárhol elismerhető képzést kapnak. Igen, az esztendőre, ez a témakör esztendőről esztendőre előkerül, és mindig megerősítés nyer, hogy nagyon jó úton jár az állatorvosi egyetem. Leginkább azért, mert egy van belőle, nem csak azért, mert egy van belőle, ezzel ellent mondok önmagamnak, hanem Azért, mert hogy rengetegen választják ezt a hivatást, és nagyon sokan jönnek külföldről is? Igen, hát Magyarországon nagyon népszerű, ezért nagyon magasak a ponthatárok is. Rektor úr minden évben elmondja, hogy kicsit összehasonlításképpen, hogy az orvostudományi egyetemek átlag pontszáma fölött van a Budapesti Állatorvos Tudományi Egyetem felvételi pontszáma. Ez azt jelenti, hogy nagyon magas a túljelentkezés, és csak a legjobbak juthatnak be, és emellett önellátó is az egyetem, és ez az önellátóság abból, abban gyökeredzik, hogy, hogy külföldről jönnek hozzánk állatorvos hallgatók, akik természetesen fizetnek ezért a képzésért. Az emlékülés történt állandó abban az értelemben legalábbis, hogy kulcspolgármester Jobb Gyula köszönti a résztvevőket, és ott van a Fejér-megyei Állatorvos Társadalom krémje, tehát mindannyian, akik meghívást nyertek, és hát ott van Móri Attila is aki az alfavet ügyvezetőjeként és tulajdonosaként nagyon sokat tette azért, hogy az állatorvosok megbecsülésnek örvendjenek bizonyos értelemben, tehát a gyógyászat szempontjából is Fejér megyében. Ez fontos önöknek, hogy ezek a kapcsolódási pontok mindig meglegyenek? Hát nagyon fontos. Fejér megye, ez pedig az én beszédemben hangzott el, talán az egyetlen olyan megye, ahol az állatorvos társadalmában nincs megosztottság. Mindegy az, hogy valaki a magánállatorvoslásból él, mindegy az, hogy kutató állatorvos vagy a hatóság Berkein belül dolgozik, le tud ülni, egymással tud beszélgetni, egymás problémáit megérti, és egymást támogatja. Hát ugye ez a kulcsi rendezvény is, amellett, hogy a szobrokat felavattuk, ugye mindig a Fehér Megyei Állatorvos naphoz kapcsolódik, ahol mindig elismerjük egy állatorvosnak a az, az évi munkáját, az év állatorvosa címmel, illetve egy életműdíjat adunk, ami egy egész életpályát ismer el, és mindig elismerjük egy nem állatorvosnak, de mégis az állategészségügyért tevő embernek a munkásságát. Ez azt jelenti, hogy Fejér-megyében nem csak az állatorvosok tartanak össze, hanem az állategészségügyért dolgozó valamennyi szakember, és ezt megháláljuk azzal, hogy évente egyszer egy díjat mindenképpen a nem állatorvos végzettségű munkatársainknak adunk oda. Ez azt is jelenti, hogy a különböző szakterületek képviselői tudnak konzultálni egymással. Tehát itt most az állatorvosokról beszélek, illetve a segítőiket. É, így van, segítjük egymás munkáját, hát egymásra vagyunk valamilyen szinten utalva, Akárha hatóságot nézzük, olyan járványokat felügyel, amihez mindenképpen szükséges a magánállatorvosok közbenjárása, segítsége, illetve pozitív hozzáállása, és emellett pedig Ugye fejér megyébe nagyon sok magánállatorvos talál helyet. Ha csak a, a kezterésből tartott állatorvosokat nézem, ők mindenképpen Fejér-megyében olyan számmal vannak jelen, amely fontos, hogy, hogy a kapcsolódási pontot megtalálja azzal a hatósággal, aki mondjuk az ő rendelőiket elfogadja akkor beszéljünk egy kicsit, ha már a díjakról szó esett, a díjakról. Ugye Lancendre egy legenda, a Lancendre életmű díjat ebben az esztendőben Takács Rudolf kapta. Igen, Takács Rudi bácsi, ahogy mi emlegetjük, Csákváron töltötte a munkásságának jó részét, és egy tőzsgyekeres Fejér megyeiként dolgozta le az életét, dolgozott a hatóság keretein belül is, de amikor nyugdíjba ment, nem tette le a az injekciós tűt, hogy így képletesen fogalmazzak, hanem továbbra is az állattartók szolgálatában maradt, és ő még az a régi vágású állatorvos, aki 365 napon keresztül szolgálja ki az állattartók igényeit, és ő az az állatorvos, aki még azért a haszonállattartásban töltötte el a munkásságának jó részét. Az évállatorvosi díjas pedig Somogyi Rita vehette át ezt az elismerést. Róla mit kell tudnunk? Hát Somogyi Rita, a Fehérvári állatkórháznak. a a vezető állatorvosa, dolgozott a Velencei, tehát a Velencei tópartján él, dolgozott Gárdonyban is egy rendelőben hosszú ideig, és utána lett az a Fehérvári Állatkórház, az Alfavet Állatkórházának kórházvezető állatorvosa, és róla a laudációban azt tudhattuk meg, hogy milyen jó kapcsolatot ápol nem csak a munkaadójával, hanem a, 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 a páciensekkel, illetve a páciensek gazdáival, és hogy bátran lehet rátámaszkodni, nem csak munkaidőben, hanem munkaidőn túl is. És akkor az állategészségügyért díj, amely, ahogy említette és hiszen kapta már meg újságíró is, amelyet nem feltétlenül állatorvosan, kétél él oda a szakmai grémium. Az pedig dr. Tóth Pál. Igen, tehát ahogy említettem is, ezt szándékosan azért alapították ezt a díjat, hogy ne állatorvos végzettségű, de mégis az állatorvosokért sokat tevő, vagy az állategészségügyért sokat tevő ember kaphassa meg. Idén a jogi végzettségű, illetve növény- és talajvédelmi szakemberként dolgozó dr. Tóth Pál kapta, aki régóta a növény- és talajvédelem területén dolgozott, és nyugdíjba volulása előtt pedig már pár éve a, a mi főosztályunkon tevékenykedik, és segíti jogi tanácsaival valamennyi állatorvos életét. Mi a hozadéka egy ilyen találkozónak? azon felül, hogy nyilvánvaló, hogy ki, ki a saját szakterületén nagyon sokat tesz azért, hogy, hogy méltó legyen a kulcsi hatokhoz akár, de mi az, ami kiemeli az emléknap méltóságán túl a hétköznapokból ezt a találkozót? Hát egyértelműen az, hogy, hogy valamennyi szakmát végzőnek, Azért egy-egy napra meg kell pihennie, és vissza kell tekintenie arra az évre, hogy, hogy mit is végzett, hogy is végezte a munkáját. És hogyha ez még megkoronázódik azzal, hogy az, abban a szakmában tevékenykedők el is ismerik, valamilyen díjjal jutalmazzák, akkor az biztos, hogy, hogy egy nagyon jó érzés, és ahogy én láttam ezeket az arcokat, tehát akik a, a, a díjakat kapják, igenis büszkék arra, hogy őket egy egész megye állatorvos társadalma ismeri el, szavazza meg, mert ugye ez egy hosszabb folyamat, itt jelölni kell, utána pedig a kuratórium dönti el a jelölésekből, hogy ki lesz abban az évben az erre a, a kitüntetésre érdemes személy. Tehát mindenképpen az kell, hogy, hogy igenis a hajtásban meg kell állni, vissza kell tekinteni, és azt gondolom, és... Mivel én állatorvos vagyok, ezért engedessék meg nekem az a kis önzés, hogy azt mondjam, hogy az állatorvosok nagyon fontos társadalmi felelősséggel rendelkeznek. Van egy olyan mondás, hogy az orvos az ember gyógyítja, az állatorvos pedig az emberiséget. Lehet, hogy ez kicsit nagyképű vagy önző, de talán állatorvosként ezt megengedhetem, hogy erre a mondásra fölüljek. Tehát igenis nagyon fontos szerepünk van a mai magyar társadalomban. Nem csak abban, hogy ugye az élelmiszerlánc nagyon sok területén állatorvosok tevékenykednek, tehát, hogy így mondjam, a mindennapi kenyerünkért is felelünk. Ezen túl még azok az állatorvosok, amelyek kertelésből tartott állatokat gyógyítanak, pedig gyakorta az állattartóknak a lelkét is gyógyítják azzal, hogy megmentik, meggyógyítják azokat az állatokat, amelyek a, az embereknek a szívéhez nagyon közel állnak. Tehát mind a, az élelmiszerláncban, mind a kertelésből tartott állatokért dolgozó állatok, állatorvosok nagyon sokat tesznek azért, hogy a magyar, állator, magyar társadalom, egy kicsit jobb legyen. Nyilvánvaló, tehát ennek a rendezvénynek tehát nem csak múltja van, hanem jelene és jövője is, mint ahogy óriási kihívás előtt áll esztendőről esztendőre az állatorvos társadalom. És mondom ezt azért, mert felgyorsult a világ, nagyon is jól tudjuk, hogy, hogy milyen állatbetegségek gyűrűztek be az elmúlt időszakban, éppen ezért most kettős minőségében kérdezem, egyik oldalról megyei főállatorvosként, az élelmiszerlánc biztonsági főosztályvezetőjéként, mint a Fehér megyei kormányhivatal képviselője, és nem különben a Magyar Állatorvosok Világszövetségének elnökét is kérdezem, hogy melyek azok a legnagyobb kihívások, amelyekkel ön szerint szembe kell nézniük a következő időszakban. Hát mindenképpen azok az állatbetegségek, amelyek fenyegetik hazánkat, és egyben így Európát is. Ez a már többször emregetett afrikai sertéspest is, amely ugye a vaddisznó állományunkban terjed, ezt mindenképpen valahogy lokalizálni, megfékezni kell, de ez nem lesz egy rövid feladat. Biztos, hogy hosszú évekig ez munkát fogadni az állatorvosoknak, illetve azok a járványok, amelyek évről évre felüthetik, felütik a fejüket. Ugye olvashattuk nem régen, hogy Lengyelországban ismét megjelent a madárinfluenza egyik rohamosan terjedő vírusának válfaja. Ugye a vadmadarak most repülnek, megteszik azokat a kilométereket, amivel ezt a vírust tudják tovább terjeszteni, tehát nagyon fontos az, hogy jelenleg az, azok az állattartók, madártartók, baromfitartók, amelyek veszélyeztetettek, megfelelően odafigyeljenek a járványügyi előírásokra. Tehát a, a, összefoglalva, mind a sertéstartók, mind a, a baromfi tartók fontos, hogy odafigyeljenek az állatorvosok tanácsaira, és betartsák azokat a járványügyi előírásokat, amelyekkel megvédhetik a maguk állatállományát, és ezzel a magyar gazdaságot is megvédhetik attól, hogy mondjuk más országok az exportból kizárjanak minket. Mit tettünk mi, köznapi emberek? Állattartók és nem állattartók. Hát az állattartók mindenképpen védjék meg az állataikat, tartsák be az állatorvosok előírásait, aki pedig nem tart állatot, pedig figyeljen oda azokra a tudományos tényekre, hogy például az afrikai sertéspestis vírusa nem veszélyes az emberre, tehát nyugodtan fogyasszon, amennyiben szereti és megteheti sertéshúst, mert nem veszélyes az emberre. Egyfelől, másfelől a magyar hatóság pedig mindent megtesz annak érdekébe, hogy ez a házi sertés állományokra ne is terjedjen át. Úr, köszönöm, hogy megtisztelt. Jó egészséget kívánok, és hát kevés munkát az állatorvos társadalomnak Fejér és az országban. Én is köszönöm a lehetőséget. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, az Agrárinfót látták, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt viszontlátásra.